A szünetek mindig fejtörést okoznak a szülőknek, hogy milyen programokkal töltsék meg a gyerekek napjait, hogy unalmukban ne az idegeiket borzolják. A parkerdei kirándulások mellett az itt található Dánpont igazi őszi programokat kínált, mesélte az intézmény vezetője. Nekünk ilyen jellegű foglalkozásaink most vannak először, tehát ezek a kézműves foglalkozások. Ugye tavasszal még a pandémia miatt nem igazán tudtunk ilyeneket így beszervezni. Szerintem ez egy adott időszakban mindig ez a matiné, ez egész héten zajlott. Úgy látom, hogy a szülők is keresik nyilván azokat a helyeket, ahol tudnak a gyerekekkel a szünidőben egy vagy két napon egy-két olyan időszakot eltölteni, olyan időt eltölteni, ahol együtt tudnak kirándulni, együtt tudnak akár alkotni, kicsit kinyílva a természetre. És hát ami nálunk még igen vonzó lehet, hogy működik egy ökobüfé is nálunk, és a kolléganővel együtt találtuk ki a büfé kínálatát ez idő alatt, tehát a sütőtök és láttétől kezdve a szotyis pogácsán át, tehát minden, ami a kézműves dolgokhoz passzol, és ehhez az őszi időszakhoz, be a szülőket, amíg a gyerekek alkotnak, és egy-egy olyan fázishoz érkeznek, amiben kicsit magukra hagyhatók, illetve meg tudjuk mi csinálni velük, a szülőket tárlatvezetéssel kényeztetjük, mert ugye, ha gyerkőccel érkeznek, akkor nincs olyan hosszan idejük, vagy a gyerekeknek nincs olyan türelmük végighallgatni egy bővebb történelmi vagy természetleíró részt, és így most ez kellemes a szülőknek is, úgy gondolom. A természethez igazítva alakították ki a szervezők a tematikus őszi hét programjait, ahol a szülők segítők gyanánt szintén elmerülhettek az alkotási folyamatokban. Sok-sok érdekességgel vártuk a gyerekeket, próbáltunk olyan dolgokat kitalálni, ami a gyerekeknek is érdekes, mégis természetközeli, vagy amivel fel tudjuk hívni a figyelmüket a természet szépségére. Rögtön október 23-án szombaton egy textil festéses programunk volt. Az volt a neve, hogy copy-paste, és hogy másold a természet szépségét a ruhádra, és hord egészséggel, hord büszkeséggel. Ugye gyönyörű a táj, ha kinézünk, akkor ősszel csodás az erdő, gyönyörűek a színek. Textilfestékkel átfestettünk leveleket, és tulajdonképpen lenyomatot készítettünk textilekre. A program kavalkád alatt csinos etetők is készültek a madaraknak, amivel a gyerekeket ösztönözni is szerették volna, hogy a saját kezükkel készített madárházakba élelemmel várják az áttelelő madarainkat. Folytattuk egy textilvarázs, egy gyapjúvarázs nevű programmal, az zajlott a mai napon, a gyerekek még itt tevékenyen csinálják kis állatokat, erdei állatokat, illetve hát manót, mert a manó az a nagy kedvenc. Varrunk gyapjúfilcből, természetes anyagokból, aztán a filcvarást átfordítjuk a termésvarásba, és a következő napon a csütörtök az a terméseké. Dobozból fogunk természetesen manót készíteni, illetve fa szeletekből, fa karikákból készítünk még csigát, pockot, hasonlókat. A programokat nem csak helyiek vették igénybe, voltak, akik a nyaralásukat színesítették az itt megvalósított délutánokkal. Részt vettek a halloweeni készülődésen, ami hazánkban is egyre nagyobb teret hódít magának. De hogy mi is a teendő ilyenkor, Sári elárulja nekünk. Be kell öltözni, és ilyen ruhába kell lenni, és cukrokat kell gyűjteni. A tökfaragás pedig nem is olyan egyszerű feladat. Jó a segítő társal végzi az ember, aki legalább a munkafolyamatot felügyeli, ahogy Iván is tette ezt. Hát ezt a tetőt csinálom, mert tehát nagyon szóta, igen, és nagyon szóta így csinálta egyint ezt a beszélét. Az őszi szünetnek ugyan már vége, de a tervek megszülettek a következő időszakra is, amikor majd szintén színes programokkal várja a Dánpont az érdeklődőket. Úgy tervezzük, hogy az adventi időszakban, Tamásiban próbálunk minden adventi hétvégére, akár egész hétvégére programot kínálni.
Hagyományosan most már sok éve Tamási főterén zajlanak a vasárnapi adventi vásárok és programok, ez az idén is megrendezésre kerül. A Dánpontban pedig szombatonként fogunk tartani hasonló kézműves foglalkozásokat, tárlatvezetéseket, és még egy-egy ezzel-azzal érdekességgel készülünk, de ezeket majd idővel meg lehet tudni a Facebook oldalunkról. Ott folyamatosan közzé fogjuk tenni, mint esemény és hát bejegyzésekben is, úgyhogy ott tudnak tájékozódni a leendő vendégeink.